hogy ezek a szakemberek mindig nyitottak az újra. Hiszen a felismerés az, hogy mit nem tudunk, az már egy lépés a tudás útján. És hiába voltak akár évtizedeken keresztül sikeres védekezések, mindegyik védekezés hozott egy tapasztalatot. És hogy a szakembereink, a vízügyi szakembereink olyanok, hogy mindig meg tudnak újulni, mindig keresik azt a lehetőséget, hogy hogyan lehetne tovább lépni, akkor mutatják ezek a projektek is, hogy megvan a tovább lépés útja. De hogyha ezek a szakemberek ezzel az információval, ami megvan, nem azzal, ami majd 5 év múlva, 10 év múlva, sokkal több információval, csak a maival, ha most kezdhetnénk hozzá a Tiszavölgy szabályozásának, Tiszavölgy átépítésének, a Tiszató megtervezésének, ezek a szakemberek már a mostani tudásuknak megfelelően sokkal jobb és pontosabb tervezést, előrelátóbb tervezést tudnának tenni. 80 évvel ezelőtt látta át az ember azt a gondolatot, hogy valami más elvekkel az információkat össze kell fognia. 80 évvel ezelőtt először logisztikai szállítási feladatokra találták ki, hogy mennyire aktuális ez a feladat 80 év után, hogy a vízügy területén is egy ilyet lépjünk előre, mi sem bizonyítja jobban, mint csak az elmúlt 10 év nagyon kiemelkedő árvízi helyzetei, vagy az elmúlt 10 év nagyon mélypontjai az úgynevezett haszári időszakok. Csinálni, mint azt, ami a nemzetközi adatforgalomban van, azon tudunk alakulni. Nagyon érdekes, tehát van vásárosnamény is például Szolnok vagy Kiskörei szituációt. Vásárosnamény Kiskörei szituációban a tetőzések időkülönbsége az olyan, attól függ az árvonalnak a méretétől, 4-14 nap. Nem kevés, tehát 14 napos előrejelzést készíteni, ahhoz igenis szükség van a vízügyi területen lévő mindenfajta információra. Készítettük el a modellnek a rendszerét, és ehhez kapcsolódik, a modellezéshez kapcsolódik az előrejelzés, az előrejelzésnek a kiegészítése a vízügyön keletkező hidrológiai meteorológiai adatoknak a bevonásával, és a szoros kapcsolat a közgazdasági modellel. Ezek az eredmények szolgáltatják a közgazdasági modellnek azt, ami alapján tudják számítani a hasznot, illetve nem hasznot kiadásra. A modell, ezt a modellet még azután 2003-ban eldöntötték azt, hogy a vásárhelyi tervnek a kialakítása. Mi 2002-2003-ban felépítettük a Tiszának a modellét, egészen kiszabadítőle a nagy rendszert üzemeltetünk, működtetünk. És ennek a nagy rendszernek az összekapcsolása lesz majd a külföldi hidrometeorológiai állomásokon.